Üdvözlök, ismételem mindenkit! Mostan ilyen off stúdió lesz rá téve egy Windows 7-es rendszerre. Hát eléggé sok kisebb alkalmazást megkövetel. Függőségeket a ilyen broadcast, ilyen screen recorderes software. Nagyon angol volt, magyarul, ami lehet interneten élőadásokat közvetíteni, vagy pedig rá sima képernyőt kamerázni le, vagy pedig rá kamerákat és egyéb más digitális eszközöket hozzá lehet csatlakoztatni. Jó. Munkásról hangzott. Most talált egy újabb ez meghajtót, és kéri, hogy indítsam újra, majd később. És akkor egy böngésző. Ez töltve az OBS Studio. Van ilyen portable OBS-os verzió is. Nem annyira kedveltem. Jobban kedveltem ezt a másikat. Bírom azt, hogy ilyen egy Google inkább egy Firefox. Le fog töltődni! Inkább legyen ez? Hát... gyöngébb a szájtógép. Lesz egy 32 bites verzió! Nagy valószínűsége egy 64 bites fog. Már is lett indítva, és mindjárt fel fog települni a rendszerke. Nincs van rajta, mert mi is nincsen. Ez is csak azért van mutatva, mert szerintem erre mindenki képes volna. Annyi a dolga, hogy nem szabad az ördög eszközét nézni. Nem szabad semmilyen tévét nézni. Több hitben is van. Ha nem imádkoztok, eleget. Most jelenti most a pokos verzióba, verziót mondom, ha tévét néztek, a pokolba fogtok jutni. És már települ a rendszer is. Egy pár idő után. És meg kell azt érteni, azért van itt ez a csatorna, mert túl sok virtuális videó lett nézve. Próbáltak megrontani a szociális oldalak. Volt ilyen YouTube, mi is még. Volt ilyen Twitter, Facebook. Voltak és lesznek. Kicsit jobban kell várni, hogy letöltődjön! Ki lehet várni. Most mozogjuk a pixelek is. Valamit, hogy akkor a letöltésé sebessége neki! Írva, hogy 2,5% a 100 MBS-nek, az annyi, mint 2,1-szer kellett számolni, 2 mmbps-re a letöltése, azt írja ki, mennyi százalék, az annyi. Néha 2,5%, és le fog
töltődni. Látszik mindössze a rendszer így 805 megabájtot viszel. Jóval kesebbet fog, jó sok szolgáltatás lesz róla kapcsolva. Mondtam az elején, hogy csak valami cél számítógépnek van. Ez nem alapból lesz rajta internetezve, fel nem e-mail címek megnyitva, se a digitális jólét alatt programcsomaggal se. Nagyon nem. Nagyon. Vétnem az adataimat. A biztonság egyik legfontosabb. Most a veszélyesebben futnák. Még jó erőben voltam. Ilyen táján. És kint a hó is. Megfogtam. Kicsikét. Valaki más. Kicsikét kimentem félmeztelenül a... És akkor futkároztam a hóba. Kellett a szervezetet edzeni. Aztán meg jó folyt a taknyom. Jó csinál, taknyos voltam, mindent össze-vissza taknyostam. Ez van, de az, hogy te kimész, vagy pedig nem a meleg szobában vagy. És ebben a szervezetemet edzettem. Így lett volna, de ez nem így lett. Azért, mert az ördög a virtuális világ vedett. A virtuális világ mindent megtesz, hogy nem az a jó, hanem másnak a legyen jó. Vannak ilyen szociális oldalakon, mint ilyen Twitter, rövid idő alatt elértem olyan 10 000, ja, voltam 6-7 000 követőm, igaz iszlám. Az igaz iszlám lovas háton változ. És nincsen, nem lettek. Egyszerűen kitűrültek. Ha jobban terjedtem, vannak ezek a manipulált kis vacak oda, és itt van. Egy nőt raknak be, aki flexel. Igen, ez jó munka, jó munka, jó munka. Fekete-fehéren, szemüveggel. Nagyon így akar terjedni. Kapcsolom azt, hogy megjegyezze a... a böngészőnek az előzményeit. És ne jegyezze meg. Ne. És nem is fogja. Sostan jönnek. Jön az Obstúdió. Lesz még tovább. Tesztelgetve! Lesz töltve! Vegyük oda! Megabájt! Régebben volt videóban 260 megabájt körül! És akkor minden függőségek benne voltak, most meg külön egyesével őket letölteni. És egyszerűen egyesével kell. Milyen lassú a töltési sebesség. Tehát gyorsabb lesz ettől mostan. Nem. Nem lett gyorsabb. És 27 percén át fog tartani az, hogy letöltődjön a rendszer. Van ilyen másik videó.
Get! Verzió van a Windowsra is, meg a Windowsra is, talán de más rendszereken van hozzá. Vagy talán az is lehet, hogy megy a Windowsnak a frissítése. Nem jó. Bele is fog történni. Jóval gyorsabban megy most már. A két, mindig kettő MB per szekundum a sebességet, vagyis kilobitbe átszámolva 220-at, vagy 180-at. És van már 210-216. És 4 perc alatt le fogja ezt tölteni. Aztán még egy pár csomag van hozzá, ami nélkül nem fog az egész alkalmazás elindulni. És addig is el lehet azon gondolkodni, hogy melyik a jobb. Van ezek az újabb Windows 11-ek. Ilyen kis oktatárgyú szám témák. Microsoft Office, Apex, XP, Vista. Vagy esik valami? Már nem esékként, de elkezdett esni a hó vagy az esőszerűség, és most már nem esik. És mostan kicsikét talán egyszer magamat. És 3-7,5 percig fogok csinálni 10 darab guggolást.
barátka is fog lenni. És akkor kicsikét jóval jobb minőségű felvételek fognak lenni. Addig is meg lehetett valam kamerással lenni, jelengetni. Nagyon fontos, nagyon. Mai napon rengetegen vannak a borban. Most jönnek haza a külföldi munkások, amiket a videónak az megemlítettem, az olyan mítosságokat. És kérem, hogy legyen töltve! És lehet menteni a... appát! Lehet mentve! Ne felejtsünk azt, hogy ez egy Windows 7-es rendszer, ami abszolút nincsen támogatva! És... most sem van. És itt rázumolok. Nem fogja bírni letölteni. Múltkor nem volt jó. De mostan. Jó lett. Ilyen nincsen. Visszarakták volna a szerverekre. Máskor nem volt rajta. És ide fog töltölni az összes verziója neki. Netán azt hittétek, hogy ez elég fog neki lenni, hát akkor nagyon nagy tévedés fog. Milyen gyorsan is töltődik le a Microsoftos szerverekről a 89 megabájt! Rajta is lesz! Még 5 perc alatt. De tölti! Csak én vagyok rosszabb. Szidő érzékem akkor? Ugyanannyival tölt, mint... előzőleg! Van mostan! És le lesz töltve. Letöltődik. Mostan jön valami nagyon nagy reklámozott! Vedd meg! Nagyon kövön meg! Letölteni a többit. Lehet, hogy rossz volt ez a... az ikonok!
Addig én meg nyugodtan tovább tanázgatok! Izmosítom a lábacskámat. Igen, jutottam is magamat. Megfogtam. Szépen átraltam a kezemet, és jó kinyújtottam. Tudjátok, az milyen jó? Fogadni merek arra, nagyon sokan, így szépen, nem mondtam, kövér se! Hát, nem is utána sokáig kövér, csak olyan 10 éves koromba kezdtem nézni. 14-esen voltam 130 kiló, most is 100 kiló vagyok, eléggé sok, 100 körül van, 102, hogy nem mozgok eleget. Azt megfogom, hátra szépen lássolok, és akkor hátul elkapom a lábamat, közben meg a nyakamat, oda, egyszer le, meg egyszer föl. Értitek, mi az test építés, az izomzat? És minden meg lehetett volna, ha nem jött volna közben ez a TV vételnek minden vackok voltak. És ez így lett. És ezt az ördög tett róla, hogy ez így történt. A se tévé nem lett volna. Nem hisztem volna el magamat. Most nem így. Lehet nagy hosszúsága nem lenne ez a csatorna se. Nem lenne ez a telepítést, nem látnátok. Hogy ez a rendszer milyen sokáig is tart. És ezt meg lehet fizetni. Máshol is, de van olyan is, hogy egyből rá lehet tenni, lehet integráltatni össze ilyen telepítőket, ami mindent tartalmaz. És ne! Máskor volt ilyen Microsoftos rendszeren, próbáltam ilyet létrehozni, létre lehet szinte letöltögetni, és megvan egy darabig, és aztán látod, hogy mennyire is jó. Mennyire? Nem. Nagyon jó. Annyi a dolgot, hogy feltelepíted, és visszatlan rajta játszani, vagy filmeket, sorozatokat nézegetni. Ez a videó jóval tovább el fog húzódni! Nem szikromba volt a adás jelző a letöltése! Végig ment már, és csak még most kezdi letölteni a kívánt telepítő fájlokat. Mindössze 27, rosszul láttam mostan, 25 perc alatt nem figyelem annyira monitort, se a szájtógépet. A legnagyobb edzést természetben lehet, meg a szobába. Nagyon nem is kell edzőgépek, maximum egy szivacs, lehet egy pár súly, és annyi, nem kell több, mert a testet saját önerőbben lehet legjobban kedzeni.
kéne a következő. Van és sem kérte. És már föl is tápült. És van ilyen pluginok. Fönt is legyen a rendszer, meglegyen, és nagyon jó legyen. Többi videát is át fogja rá másolni. Ez ki mindjárt meg lesz ez a videó. Noka. És el lesz mostan indítva. Ha egyáltalán elindul. Itt van ilyesmi, hogy virtuális kamera! Itt van, kellett használni az orosz virtuál kamerát! És akkor hozzá lehet adni egy fizikális kamerát! És vajon ez a Linuxos off-studióban nem akar jasszat, ahogy virtuálisan össze lehessen állítani egy képet, a Microsoftos verzióban meg lehet. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!